A Pécsi Gyermeklinikára keresünk önkénteseket, tette közzé a felhívást a Nevetnikik Alapítvány. A szervezet már 14 éve foglalkozik a legkisebb korosztályjal, akik kórházi kezelésre szorulnak. Céljuk, hogy enyhítsék a betegek szorongásait, fájdalmait, ezért most új tagokat toboroznak, erre ugyanis az elmúlt időszakban nem volt lehetőségük. Most uh, idén még egy ilyen 20-30 önkéntes szeretnénk felkészíteni a feladatra. Ugye két éve nem fogadhattunk önkénteseket, ezért van egy fluktuáció, úgyhogy most szeretnénk uh, újakat felkészíteni, talán a járványhelyzet is engedi. Ki kell töltenünk egy jelentkezési lapot. Az első feltétel az, az, hogy olyanokat várunk, akik, hogyha kell, akkor vállalják azt, hogy COVID elleni védőoltást vagy influenza elleni védőoltást beadatnak maguknak. Ezután egy beszélgetésre hívják a jelölteket, ahol azt is megtudják, mi lesz a feladatuk. Ha már felvették őket, megkezdődik a megfigyeléssel és képzésekkel tartott felkészítés. Ez két-három hónapot vesz igénybe. Végül pedig egy olyan programtartóval végzik a foglalkozást, aki Tapasztalt. Utána is ugye ketten együtt járják mindig a kórházat, és játékoznak, bűvészkednek, báboznak, tehát ezekben így lehet tovább tanulni vagy fejlődni, el lehet jönni mesemondó képzésre is, meg társasjátékos képzésre is, tehát bármire. És a páros ketten ugye egy osztályon tartják a foglalkozást, az a cél, hogy 0-18-ig mindenkivel tudjanak foglalkozni, és eltereljék a figyelmüket a betegségről. Szükség van az önkéntesek munkájára, hiszen a nővérek is sokszor túlterheltek, de a szülők sem tudnak minden esetben nyugtató közeget teremteni a kórtermekben. Ezért különböző játékokkal, meseolvasással foglalják le a kicsiket a kórházban töltött idő alatt. A nevetnikék alapítvány munkatársai többek között a fertőző osztályon, a sebészeten, az onkológián és az intenzív osztályon is látogatják a gyerekeket.